Sziasztok! Ma folytatom a Moon Template Warband végigjátszásom a Szaranida módra. És mit maradt abból, hogy az előző részben legyőztem a rodokokat teljesen. Utána ugye átcsoportosítottam az összes katonámat Sharisból, meg ugye azt hiszem még volt némi emberem Velukában, Drihimbe. És elkezdtem ugye elfoglalni a Veigir területeket. Ugye elfoglaltam Szleszkvárát, utána pedig a Ragnar király ugye a Nordok meg is támadták és elveszítettem, utána meg egyből vissza is foglaltam. Most pedig szeretném elfoglalni Rivácseget, amit ugye több mint 200 izévét, 200 Veigir lövész és ostromtornyos, az mondjuk gáz. A másik ugye az, hogy hemzseg a környék a tengerrablóktól és tajgai zsiványoktól. Szóval brutálisan sokan vannak, te jó ég. Oké, azon gondolkodom, hogy itt egy kicsit vigyázzak kell, mert nem veszíthetek el nagyon sok embert, mert ha miután visszalépek, akkor megtámadhatnak a izék, a tengerrablók. Ajajajajajaj, ebből aztán lesz a mészárlás. Nem már, haver, pont nem lőttem el. Au, az fájt. Oké, igazából az én ijászai meg egész jól teljesítenek. Gondoltam, hogy nem talál el. Oké, bár több mint 100 embert veszítettek, az valójában nagyon jó. Rendben, indítunk még egy támadást. Valójában nagyon-nagyon jó volt. Jé, bakker, mennyi tengerrabló. Oké, még mindig... Ó, várjunk, kaptam bevételt. Gondolom azért, mert megkaptam... várjunk, hol van... Itt vannak a várak. Igen, Szleszkvárából kaptam 115 ezret. Jézusom. 115.560. És... Várjunk, Radokír várából nem kaptam semmi komolyabb bevételt. Na mindegy. De ugye Szleszkvárából egy csomót. Hát ugye, mikor Veigirekkel fogok játszani, akkor ugye az első terület, amit el fogok foglalni, az Rivácseg lesz. És rengeteget tudok majd harcolni tajgai zsiványok ellen, vagy tengeri rablók ellen. Rengetegen meg fognak halni, ugye még kiképzem a hadseregemet. Ah!
Oké, lassan megint van 100 vesztesége az ellenségnek. Egyelőre inkább nem megyünk. Nem kéne támadni. Még várunk egy kicsit. Igazából támadnék, de nem az íjászokkal. Mm, 119 embert veszítettek. Az valójában jó. Sok íjász nem maradt. Plusz a játék elfelejtette játszani, vagy elfelejti játszani a zenét. Ó, kaptak erősítést.
Remek, nagyon-nagyon közel a szintlépés. Igaz ugye, hogy egész jó ez így, mert rengeteg XP-t tudok szerezni. Az íjászaim sokat segítenek, lőnek egy csomó nyílveszőt ide. Oké, sok már nem kell. És szintlépés. Ő az utolsó? Nem, nem ő az utolsó. Azt hiszem ő az utolsó. És ja, lett egy szintlépés, tökéletes. Kell extra életerő, és igazából legyen ütőerő. Ja, ez nagyon-nagyon jó volt. 30 hírnév, az szép. Plusz ugye rengeteg sok XP. Oké, a mérnök is meg gyógyítói szintet lépett. Oké, tudom fejleszteni ugye mindegyik képességet, ugye sebészet, sebkezelés, elsősegély és mérnöki tudás. Mindegyik 10-es szinten van, tökéletes. Hú, bakker, tényleg mennyi tengerrabló meg minden. Less talking, more raiding. 123-an vannak. Oké, ezeket legyőzzük. És ha minden igaz, ugye szerzek néhány
katonát is, ám bár... igazából... igazából semmi értelme nincs ennek. Oké. Meg lehet riváltság. Annyi az egész, ugye szereznék egy csomó... parasztasszony, de annyi az egész, hogy igazából már nem akarok képezni több kartforgatónőt, mivel elég drága a fenntartásuk, és... Oh. És... amúgy is mínuszba vagyok. Milyen jó, hogy ketté vált a sereg. Nem kell mind a kettővel megküzdjek egyszerre, hanem külön-külön. Az úgy igazából a legjobb. Pont mellé ment. Oké. Okay. Remek, mindössze két embert veszítettem. És lett-e foglyom. Ja igen, el kéne adjam a cuccokat. Oké, okay, Hyatt a bolyár, nem hiszem, hogy folytatná az ostromot, de ha legyen, még annyi az egész túl gyors. Ja, nem érem utol. Irány Dirim. Egyfolytában fosztogatnak, ám bár lassan, de le fogom győzni őket. Várjunk, itt van torna, akkor igazából csináljuk azt, hogy eladunk némi cuccot. Igazából nem kellett volna vásároljak, na de mindegy. És meg kéne nyerjem a tornát, hogy szerezzek némi extra pénzt. Ajaj. Az első körben csak egyet kell elintézni. Utána már mindig kettőt.
Aki azért szerint elég szépen elintézte ezt a kettőt. Az... az igen. Gyerünk, haver, intézd el! Ajaj. Ó, te jó ég! Volt egy chamber! Ó, bakker, mi a franc? Az mi volt? Az mi volt? Jézusom! Jézus, várja, az nem tudom, hogy mi volt, de oké. Az tuti nem ismétlődne meg megint. Bármennyire szeretném. Na jó, oké. Irány Ismiralovára ellen. Oké, Rolf elérte a 26. szintet. Még egy erő és még egy ütőerő. Ó. Őrjáratozik Sargot körül. Oh, hello. Hakim Boyar. 167 védő, ugye 35 gárd és a 101 lövész, 31 lovag. Az a baj, itt van. Arra gondoltam, hogy hozom ugye a mamelukokat, és le kell győzni úgy Hakim Boyart, mint a szultánt. A királyt. Áó. Jó lenne legyőzni ugye Jarogleg királyt, és akkor utána ugye nem lenne egy jó ideig probléma vele.
A fenébe. Oké, okay, még van 45 védő, az igazából kevés. Oké, még van 27, igazából jöhet mindenki befele. Attól tartok, hogy egyből ostrom, újúj, egyből ostrom alá fogják venni. Oké, okay, mindössze egy ellenség maradt. Várjunk, itt van. Azt hiszem itt van lent. Oké, okay, pont most lőti. Várjunk, igazából fent volt. Á, na mindegy. Rendben, egész jó volt. Megint sikerült ugye szerezzek egy csomó XP-t. Szerintem egy vagy két szintlépés még össze tudok hozni. Ó, oh, jaj! Oké. Okay. Nem jó. Megyünk innen. Nem jó. Nem. Nyugodtan vegyék vissza. Lerakom az embereket Radokhír várában. És hozom a mamelukokat. Ha minden igaz, akkor most talán... Nem hiszem, hogy le tudom győzni teljesen a király, de ugye... Amennyire csak lehet, meggyengítem. Oké, okay, kérem, kérem vissza. Tökéletes. Oké, okay, amúgy hova lettek? Itt van Hakim Bojár. Ragnar király, 322 húskárl, azért most őszintén, honnan annyi? Azért most már komolyan. Megtámadja a várat? Meg is az? Kaptam 130 000 dénár értéket, azt a mindenit.
Oké, ezt a csávót le kell győzzem. Oké, arra gondoltam, hogy... Úgy Ragnar királyt, mint Jaroglek királyt le kell győzzem. Utána ugye... Nem lesz probléma ugye azzal, hogy például elfoglalok egy várat, és akkor egy nagy sereg megtámad. Oké, igazából a megmaradt lovasok azok menekülnek. Oké, kell a gárdista, kell a lovas, kell a lovag, és... Nagyjából ennyi. Úgy látom, jelenleg nem áll érdekemben a békekötés. Ha, oké. Nem akarsz békét? Akarsz te, miután a sereged eltűnik? Mondjuk itt nem a legjobb harcolni, mert tele van sziklákkal ez az egész hely. Hű, bakker, de tényleg rendkívül sok a izé, rendkívül sok a húskárl. Lássuk a következő csatateret. Ez meg dombos. Talán ez. Várjuk, az ellenség pedig csak egyből rohamozik. Na, az király. Az majdnem elkapott. Oké, támadás! Roncsunk rá az ellenségre. Íj, bakker! Sok az íjász. Várjuk, azt hiszem előbb jönnek be az íjászok, utána a huskárlok. 288 XP egy huskárl amúgy. Azért az király. Ah, 129-es sebzett. 121-e 361 ellen, az valójában jó. Talán még le is győzzük őket. Ugye mégiscsak mamelukok ugye, és nyílt terepi harc. És igen, ugye a huskár az nagyon jó, de
mameluk az, az mégiscsak mameluk. Vagy ugye, ha svadiai lovagjaim lennének, azok is... Oaj, hogy még szarolnák őket, te jó ég. Te jó ég. Oké, okay, igazából meg kéne várjam, hogy az ellenség... eljöjjön a kezdő helyétől. Várjuk, védekeznek? Oké. Okay. Akkor... akkor legyen inkább a harmadik csatatér, ez igazából jobbnak tűnik. És... valamiért ezen a csatatéren egyből rohamoznak. Oké, okay, mindenki támadás. Akkor a mamelukok megeszik a húskárlokat, te jó ég! Megeszik őket, basszus! Az kemény! Na azért ezt nem gondoltam volna. Új, olyan barot, még nagyon sok jött. Mindenki vissza, mindenki vissza, mindenki vissza. Ajaj! És mindenki támad! Na jó, azt hiszem, hogy a túlerő az most elnyom minket. Oké, okay, vissza kell vonuljak. Ajjajjaj. A végén csak vereség lett. Túlerő az túlerő volt. Oké, okay, elfoglalták, de nem gond, mert igazából megyek én vissza. Jó lett volna, ha sikerül lehozni őket, de ugye a végén az a rengeteg huskárla, az csak sok volt.
Ott van Hakim Bojár, őt le kell győzni. Nem tetszik ez a csatatér. Ez még úgyse. Ó, te jó ég. Maradjon ez akkor. Igazából... Keddi két embert veszítettem. Tűrhető. Annyi az egész, valójában megkeresném a Jaroglek királyt, Ragnar királyt, hogy legyőzzem teljesen. És még az is lehet, hogy foggyulejteném, ami ugye nagyon király lenne. ötvennyolc sebesült, az szép. Oké, ugye maradtak négyen, de nem akarok automatikázni, mert tuti, hogy meghalnának páran. Csak ütőfegyvert használjatok. Szerezzünk néhány foglyot. Mert ugye ezek itt mamelukok. Ragnar király ellen ugye veszítettem jó néhány mamelukot. Oké. 8 mameluk, 10 gárdista, 12 íjászmester. Az szép. A többi az nem kell. Mondjuk amúgy se tudtam volna felvenni őket, szóval mindegy. Remek, hol lehet akkor... ott van Riz. Itt van. Ragnar király. Ott van az a Riz jarl, ugye. 33 svadiai lovak, 35 mesterlövész, 29 strázsamester. Azért az szép. Oké, küzdjünk meg. Küzdjünk meg Ragnar királlyal megint. De szerintem most győzünk. Van ugye, megint van még egy csomó huskár, több mint 200, de... most ugye... igazából... 2-szer annyian vannak, mint mi, az nem olyan jó nekik. Ha lennének 3-szor vagy 4-szer annyian, akkor igen. Támadás! Ííí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 í Azért éppennyire sok puskát sose láttam. Aj, de hullanak amúgy. Pusztuljatok. Igazából Ragnar királynál ilyen sok puskát eddig sosem láttam. Mindig több volt a Nord veterán és nagyon kevés puskár.
Fenébe! Francba! Oké, várjunk. Ujj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 
133 ellen. Rendben, várjunk, milyen lenne a következő csatatér? Talán ez jobb. Az előző az valójában nem volt olyan jó, mert ugye tele volt kövekkel. Vagy inkább szikla volt, na mindegy. Nem is tudom. Nem biztos jó ötlet ez a harc. Innen igazából még vissza is kéne vonuljak. Nem. Hozunk még erősítést, és akkor ugye 100%-kal legyőzzük. Oké, 137-en vannak. Kergitek? Kergitek, ha jól látom. Így a végére az ellenség elképesztően sok elit katonát képzett. Főleg a nordok, de tényleg. Ilyen sok puskárt sose láttam Ragnar királynál. Meg ugyanúgy ugye Jaroglek királynak is több mint 200 lovag, meg majdnem 200 gardista. Általában egy ilyen 100-150 szokott lenni, de 200-on felül? Azért az durva. Itt is, ez a sereg is tele van veterán lovas íjjászal, meg izé... dárdás. Nem is megyek előre, a lovamnak már nagyjából vége. Az majdnem elkapott. Új! Veszélyesek tudnak lenni ám azok az előcsatározók, lovas íjász, ugye? Már! Oké, néhány embert hátra kell hagynom. Automatikázáson nem győztünk volna. Ujjjj, itt sokan vannak. Oké, arra gondoltam, ezeket itt le kell raknom, és fölvenném, nem a mamelukat veszem föl, hanem először az íjászmestert. Oké, majd legközelebb. Ezeket magamnál tartanám. Oké, irány vissza, mert le akarom győzni ugye Ragnar királyt teljesen. Plusz igazából azt a másik grófot is, vagy mi volt az? Aki miatt vissza kellett vonuljak. Várjunk, ő volt az. Állj csak meg, most nem vagy olyan kemény, mi? Most nem vagy olyan kemény, most menekül. A zsivány. Már nem olyan kemény a csávó. Most csúnyán be fogjuk darálni a seregét. Amúgy valójában az előző ütközetet is meg tudtam volna nyerni, vagy ugye nyereség lett volna, de... Hát, elvesztettem a lovamat. Igazából megint nagyon előre jöttem.
Most már nem olyan kemény a csávó. És meglátott, menekült. Ja, ha jól látom, menekülnek az emberei. Mindenki amerre lát. Na várjunk, itt van ugye néhány nemes, de annyi az egész, hogy kevés emberük van, de mind elit. Nagyjából mind elit. Legyőzzük őket. 36 hírnév, az igen. Lássuk a másik csatateret. Oh, oké, ez jobb lesz. Utána még le kell győzzem Ragnar királyt is. Azt hiszem megint el kell menjek Drihim beerősítésért amúgy. Van egy csomó svadiai lovag, meg rodok, strázsamester, mesterlövész. A fenébe! Kilőtték a lovamat! Oké, mázló, hogy ez a ló nem ment el.
Hű, azért jó sok ellenséget elintéztem, amit ugye, hogyha nem intézek el, akkor sokkal nagyobb lett volna a veszteségem. Wow, oké. Okay. Ám bár még vannak 30-an. 29 hírnév, az szép. Annyi az egész, megint nincs elegendő emberem, hogy legyőzzem Ragnar királyt. El kell menjek megint Drihimbe, hogy hozzak erősítést. Oké, az ellenségnek nagyjából vége. És szerzek egy csomó foglyot. Ami egész király. Wow, mindegyik elmenekült, az igen. 5 mameluk, na várjunk. Ez nem kell, ez nem kell. Kell a mameluk. És... gárdista plusz íjászmester. Azért nem gondoltam volna, hogy mindegyik lord elmenekül, de oké. Okay. 238 harcra kész ember, amiből 151 huskarl. Mi csak 74-en vagyunk. Hogyha ugye nem lennének lesbesül az embereim, akkor igen. Akkor simán győznénk. Na jó, irány Drihim, hozok erősítést, addig meg ugye még gyógyulnak az embereim, és... Ragnar királyt utána le tudom győzni. Oké, okay, arra gondoltam, le kéne rakni a mamelukot és a gárdistákat. És csatlakoznak az íjászok, nagyon jó, az íjászok maradnak. Nem csatlakozott mindegyik, na mindegy, gárdista vissza, mameluk vissza. Váltságdialkusz nincs, nem baj. El kell adni a cuccokat. Egész jó pénzt kapok a cuccokért. Nyers páncélruha, az szép. És veszek némi extra élelmet. Jó, és irány vissza Kurinvára. Hát gondoltam, ebben a részben el tudom foglalni ugye ezeket a várakat. Buluka vára és még Jeirbe várát. De... hát ugye le kell győzni az ellenséges seregeket. És csak utána tudok ugye nyugodtabban terjeszkedni. Oké, van egy olyan nézésem, a király már nem fog kijönni. De igen, oké? 324-en vannak csak. Kevesen vagytok, azt hiszem. Azt hiszem kevesen vannak. Ó, mondjuk kicsi a csatatér. Ám bár a mameluk az mameluk. Támadás! Nem kegyelmezünk nekik, a pogányoknak. Az erősítésben van egy csomó huskar. Az egész attól tartok, ugye, hogy beleszaladok az egyiknek a dobásába.
Oké, okay, azt hiszem győztünk. Ja, még van 2. 30 mameluk meghalt mondjuk, te jó ég. De a lényeg, hogy győztünk. Oké, okay, még vannak 34-en igazából. Kaptam 26 hírnevet, az szép. Ám bár 30 mameluk meghalt. Á, az mondjuk sok. Ez nagyon sok. De ugye rendkívül sok volt a húskarl. És ugye csak 30 mameluk halt meg ebben a csatában. Az előzőben. Azon kívül még ugye volt összetűzésem a Ragnar királya. Szóval szerintem annyi az egész, hogy nem számoltam, de meg lehet, hogy egy a 80-90 mamelukot elveszítettem. Oké, erre meg elmenekült. 64 húskarl fogoly, te jó ég. 16-ot fel tudok venni és el tudom adni. Oké, amúgy... Oké, most már megint mínuszom van. Igazából irány Radokhírvára. Amúgy... jelenleg akkor a nordoknak nagyjából ugye... semmiük nincs. Hadsereg terén nagyjából nullák. Oké, okay, irány Drihim. Mert ugye egy az, hogy legyőztem Ragnar királyt, a másik pedig, hogy legyőztem ugye azokat a nemeseket is. Meg lehet amúgy, hogy hamarosan felajánlják a békét, ami egyáltalán nem lenne meglepő. 58 fejvadász fogoly, az igen. Oké, okay, arra gondoltam, várok még egy napot, mert igazából ezeket a mamelukokat felvenném. Szerintem a következő részben Jeirbe várát és Buluka várát el tudnám foglalni. Utána pedig Alburg, Verceg, utána jöhetne Terrogvár a Sargot, Knudar. Lassan ugye le tudom győzni mind a kettőt, ugye, úgy a Veigireket, mint a Nordokat. Nem csatlakoznak? Wow, oké. Okay. Várjunk még egy napot akkor. Nem bár örülnék annak, hogyha felajánlanák a békét igazából a nordok. Oké, okay, annyi az egész, ugye, hogy két napot kell várjak. Ó, ugyan már, mentek a izébe. Mindegy. Vesszük az íjászokat. Ez is... magam mellé veszem még a húskárlokat is, és... benézünk Kurávba. Diul Bojár, ha? És persze, hogy nincs váltságdialkusz, ha miért is lenne. Oké, okay, itt van. A húskárlokat ugye eladom. 240 dénár darabja. Az egész jó pénz. Meg ugye ezeket a cuccokat kell eladni. Irány Bulukhavárához és zárom a videót. 1522 hírnév, az nem rossz, de volt több is.
167 védő, ez pedig létrás. Oké, ez mondjuk már a következő részben. 45 gárdista, 76 lövész, 46 lovag. Ja, köszönöm megtekintést, hamarosan folytatásra kerül, sziasztok!